Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy miért is kellene a kizsákmányoló bankoknak folyamatosan fizetnünk azért, hogy a saját magunk által megkeresett pénzünkhöz hozzájuthassunk. Ez egy alapvető jog kellene, hogy legyen, és nem újabb sarcnak vagy pluszköltségnek kellene funkcionálnia. Akár mennyire is próbálunk költséghatékonyak is lenni egy adott évben, és hogyha hozzá szeretnénk jutni a pénzünkhöz készpénz formájában, akkor akár több 10 000 forintba is kerülhet, vagy 100 000 forintba az, hogy készpénzbe vegyük fel a fizetésünket. Minimum a munkabérhez kellene ingyenesen hozzájutni véleményünk szerint, hogyha már főleg annak tudatában, hogy a jelenlegi törvények értelmében prioritás kell, hogy élvezzen, hogy a munkabért azt folyószámlára utalják, és ne készpénzbe. Véleményem szerint ez is egy megkülönböztetés a készpénz használat irányába. Ezzel ellentétben évente így, hogyha készpénzbe szeretnék a munkavállalók igénybe felvenni a pénzüket, akár 100 000 forintot is meghaladhatja ennek a költsége. Még annak tudatában is, hogy 150 000 forintig ugye díjmentes ez a szolgáltatás, ugye ezt a szabályozást 2013-ban alkották meg, amikor a meghúzott 150 000-es értékhatár nagyjából megegyezett az akkori nettó árbevétellel, az átlagkeresettel. Azonban ez már bőven nem állja meg a helyét, mivel a nettó átlagkereset már ez bőven meghaladja. Egyes források szerint ugye már 429 000 forint átlagban ez az átlagkereset, és az a jelenlegi szabályozás nem másnak kedvez, mint a kizsákmányoló bankoknak egyedül. Ha valaki ma legalább az átlagbér összegéhez szeretne hozzájutni készpénz formájában, az havonta átlagosan 9 000 forint pluszköltséget jelent, ami hatalmas pluszterhet ró indokolatlanul a magyar lakosság számára. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért a készpénz használatot szabadság jogként tekinti, és az a szabadságunknak az utolsó záloga. Éppen ezért mielőbb ingyenessé kell tenni a készpénzfelvételt, hogy a magyar emberek a pénzükhöz jussanak. Ingyenes készpénzfelvételt, és ne a kizsákmányoló bankokat és a globalisták érdekeit szolgálják ki a törvények. Ne ilyen eszközökkel kényszerítsék az embereket a kontrollra. Éppen ezért aggodalomra ad okot egyébként az is, hogy a különféle banki applikációkban a karbonlábnyom mérés is, ami sötét időkre mutat, és ezzel szorosan összefügg az, hogy a készpénz használatot háttérbe szeretnék szorítani, éppen ezért legyen ingyenes a készpénzfelvétel első körben.